Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben bemutatjuk a Vörösmarty Színház művészeit. Mai vendégem Kuna Károly Jászai Mari díjas színművész, tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok. És természetesen van apropója is a beszélgetésünknek, hiszen nemrégiben egy rangos kuratórium hadd soroljam fel a neveket, Egri Márta, Ráczkevei Anna, Udvaros Dorottya, Gáspár Tibor és Márton András, a bizonyos Óze díj kuratóriuma. Abban a megtiszteltetésben részesített, hogy ezt az elismerést 2020-ban te vehetted át. Igen, nagyon szépen köszönöm ezúton is neki. Bár természetesen ezt másként gondolták ők is, és azt gondolom, hogy mi is, de hát a koronavírus járvány megakadályozta. Emlékezetes percek, pillanatok, szavak, mozdulatok főszereplői fogalmaznak ők a Lóze díj kapcsán. Én azt gondolom, hogy amikor veled beszélgetünk, a székesfehérvári színház szerető közönség vannak azért bőségesen, hála Istennek. Bizony mondom, hogy felejthetetlen élmény téged látni ma is, és ez mindig is így volt. Amivel viszont én köszönöm a beszélgetést kezdeném, az nem más, mint hogy én 1974-ben voltam elsős a Teleki Blanka gimnáziumban, és két emberről beszélt akkoriban a gimnázium. Az egyik Kubik Anna volt, mert hogy remek, akkor ugye még messze volt a színművészetitől, de ugye ő mondta folyamatosan a verseket ünnepségeken. A másik pedig akkor volt az a csodapillanat, és én még arra emlékszem, hogy édesapám odahurcolta a tévé elé 75-ben, amikor a Fantasztikus Felelet című film ment, amelynek az egyik főszerepét te játszottad. Igen. Hadd mondjam el, mert én azt hiszem, hogy a televízió nézők, hosszúra nyúlik a bevezető, tudom, de a televízió nézők el sem tudják képzelni, hogy micsoda sztárparádé volt ebben a Zsúzs Éva rendezte filmben. Besenyei Ferenc, Töröcsik Mari, Garas Dezső, Sinkovics Imre, Komlós Juci, Rutka Éva, Bánki Zsuzsa, Kálmán György, Márkus László. Igen. Csoda volt. Kezdjük talán azzal, hogy hogy választották erre a szerepre, hiszen ez, mondom, maga a csoda lehetett egy alig 18 éves fiatalembernek. Hát valahogy mocorgott bennem már gimnazista, sőt még előtte is már az, hogy valahogyan erre a pályára kerüljek én. Nagyon tetszettek a versek, nagyon tetszett maga az irodalom. És akkor szerettem volna valahogy a közelébe kerülni a színpadnak, ezért aztán itt Fehérváron működött egy amatőr színjátszó csoport, ami, ha jól emlékszem, a székhelye a mostani István művelődési házban volt. És én oda jelentkeztem, még gimnazistaként. Azt hiszem, hogy másodikos lehettem, vagy harmadikos, nem emlékszem már. És akkor 3 hete voltam én ennek a csoportnak a tagja, amikor megérkezett egy Pestről egy forgatóstáb, és embereket, gyerekeket néztek meg. És akkor szólt nekem, most már tudom, hogy az akkori filmnek a segédrendezője, a Balogh Zsolt, aki azóta már filmrendező, sok sikeres filmet rendezett, és ő kiválasztott engem, hogy menjek, szólt nekem, hogy menjek föl Pestre egy castingra. Ma már úgy mondják, hogy casting, akkor próba felvétel. Hogy menjek föl az akkori Királyi TV-be. És bementem, hát jó, hát én elmentem oda, és 3 hete voltam itt tag, és elmentem Pestre. Hát ugye akkor még hát nem utazgattunk Pestre úgy minden nap. Tehát nekem Budapest az olyan volt, hogy hát ugye autó is alig volt még 75, tehát ez egy nagyon... Nagyon régi időpont ez, autó is alig, tehát fölmentem Pestre, és bementem a tévébe, a Szabadság téren, 6 föl lépcsőn, és láttam, hogy ott irgalmatlan mennyiségű gyerek van. Nagyon, de nagyon sokan voltak. Később megtudtam, hogy 1200 gyereket néztek meg. Volt 3 ilyen rosta tulajdonképpen.
És akkor mindig mondták, hogy ezen tovább mentem, aztán utána megint volt még egy, megint tovább mentem, és akkor egyszer csak szóltak, hogy van még egy harmadik, és Jézusom, jó, megint föl kellett menni Pestre, és akkor már forgatták a filmet. Tehát akkor már stúdióban forgatták a filmet, és ott volt a Besenyei, a Rutkai, hát... Ámultál? Hát ez nem kérdés, gondolj bele, egy 15 éves gyerek. Igen, aki tévé, hát nekünk otthon egy fekete-fehér tévénk volt. Nekünk is, hát az egyértelmű. Akkor még az volt, hogy a faluban volt egy tévé, aztán vasárnaponként apám még elmentek foci meccset nézni, összegyűlt a férfiak java, tehát iszonyú. És akkor ott látom a Besenyeit, a Rutkait, és akkor mondták, hogy álljunk le, ez volt a harmadik, és akkor ketten voltunk még ilyen gyerekek, és mit tudom én, álljunk le, Besenyei, Rutkai, féleültek, és mondták, hogy hát akkor itt a próbafelvétel, és mondták, hogy ezt mond meg, mit tudom én, mi. És akkor ezt föl is vették. Ez egy csoda pillanat lehetett, mondom én, leginkább azért, mert állítom, hogy nincs egy tucat ember, aki az imént felsoroltakkal játszott, aki elmondhatja magáról, hogy teljesen mindegy, hogy milyen körben, együtt játszhatott velük. Hát ez egy akkora élmény volt, hogy ez, hát utána aztán ugye, amikor kiváltett, eldőlt, hogy én, állítólag a stáb, az egész stáb szavazott, hogy ki legyen a két gyerek közül. Milyen volt a filmforgatás, az a folyamat? Hát az... Ugye nagyon, de nagyon vigyáztak arra, hogy... Hát szintén el kell mondani, ma már természetes, hogy ugye lakást bérelnek, vagy szobát bérelnek föl Pesten. Tehát én egy falusi gyerek, aki egyfolytában a szüleimmel voltam, iskolába jártam Fehérvárra naponta, tehát vonattal, aztán és azt, hogy kibéreltek egy ilyen akkor úgynevezett ibusz szobát, ibusz, és egy évig forgattuk ezt a filmet. És akkor én ott laktam, reggel jöttek értem kocsival, előtte nap megtanultam a szöveget, elmentem forgatni, akkor dolgoztunk egy 8-10-12 órát, és vissza a szállásra, és iszonyúan vigyáztak, hogy nehogy véletlenül elszálljak. Azt mondhatjuk, hogy eldőlt a sorsod ezzel a filmforgatással? Igen. Tehát tudatosan választottad. Egyébként mielőtt erről beszélünk a színműről, mit szólt a környezeted? Hiszen ez egy olyan film volt, hogy gyaníthatóan az egész ország a televíziók előtt ült. Igen, hát a környezetem, hát itt Fehérváron az osztálytársaim egyfolytában húztak, tehát zikáltak, tehát amikor már visszaálltam a suliba, akkor egyfolytában zikáltak, hát iszonyú, hát tényleg borzasztó, nagyon népszerű voltam akkor, tehát nem tudtam végigmenni, tehát hát egy tévé volt. De azt hiszem, hogy igen, hétfőn nem volt még akkor adás, de volt mindenki a tévé előtt. Itt ez a sorozat, mert ez szintén sorozat volt, tehát 8 estén keresztül ment a tévében, és hetente azt hiszem, hogy egyszer, tehát iszonyú népszerűség volt ez. Tehát nem tudtam úgy végigmenni, hát leszálltam itt az állomáson, és az újságos néni jött, hogy benne van megint az újságban. És voltam 16-17 éves gyerek. Ráadásul egy nagyszerű osztályba kerültél a színműn. Tehát ugye azt mondtad, hogy egyenes volt az utat Simon Zsuzsa osztályába,
ahol olyan fantasztikus társaid lehettek, mint Básti Üli, Máté Gábor, Zseberjes Károly, Szamóca, tehát két fehérvári egyből abban az osztályban, igen, aki aztán ugye nagyon sok mindent elért. Mit lehetett megtanulni akkor a színműn? Mert azt nagyon is jól tudjuk, hogy teljesen más volt, mint mostanság. Hát iszonyú szerencsém volt, azt hiszem, mert Zsuzsa néni volt az osztályfőnök, de volt a másik osztályfőnök, az pedig a Major Tamás volt. És a Major Tamásnak most ilyen tanársegéd, tehát a Majornak volt a tanársegéde a Székely Gábor, a Simon Zsuzsának, a Zsuzsa néninek a tanársegéde pedig a Babarczi László. Na most, hogyha aki valamennyire is járatos a színházi szakmában, azt hiszem, hogy még ez a három név, nem is hiszem, hogy sok mindent lehet nem még mondani, vagy kellene még mondani. Ugyanakkor pedig a tanárok, még a Hegedűs Géza bácsi, a Nádasdi Kálmán. Tehát fantasztikus írók. Hát a Nádasdi tanár, hát egyszerűen borsózik a hátamon. Iszonyú, hát olyan nevek, és olyan fantasztikus órák voltak ezek, hogy nem csak mi mentünk ezekre az órákra, más kollégák, tanítványok is, tanulók is ezekre az órákra beültek, mert ez ritka alkalom volt, hogy a Nádasdit hallgatni, mert ő egy fantasztikus ember volt. Igen, nagyon sokat hallottam erről, a Major Tamásról különösen. Méltatlanul keveset beszélünk róla mostanság, de hála Istennek itt Derzsi János barátunk nagyon sokat beszélt róla, hogy mi mindent köszönhet a Magyar Színház művészet neki. Viszont azt tudjuk, hogy már még nem végeztél, de már is elkötelezted magad Miskolcra és Veszprémbe. Tehát ha úgy tetszik, az ország túlsó végére és Veszprémbe is. Ez hogy történt? Igen, hát úgy, hogy mondjam, a főiskolán igazából iszonyú lehetőségünk volt arra ezektől az emberektől megtanulni azt, hogy mindig a keresés, az új dolog utáni menés, valahol a valaminek mögé nézni, az igazságát megtalálni, és ez természetesen rengeteg konfliktus is eredményezett, és nagyon sok lehetőséget is földobott, hogyha ezeket az utakat az ember elkezdte járni. És én találkoztam akkor, ugye a beszédtanár a Gáti volt, a Gáti tanár úr, és a tanár segéd pedig a Ronyec volt, a Ronyec Mária. És a Ronyec Mária találkozott a rádióban az Orbán Tibivel, aki akkor egy rendező volt, aki keresett ugye gyakorlatra, a főiskoláról ki lehetett már menni másodév után. Keresett szereplőt, egy fiatal színészt, keresett Miskolcra, mert a Férfiakat Szeristjének című Ödön von Horváth darabot rendezte, és akkor mondta a Ronyec, hogy engem ajánlott, fölhívott, és mentem Miskolcra. És az volt nekem a gyakorlatom. Igen. És a diploma után pedig ismét ott találtál otthonra. Így igaz. Négy teljes esztendeig. És utána jöttek a Nemzeti Színházak, hiszen Kaposvár, Győr, Miskolc ismét. Igen. És ezek nagyon fontos időszakok voltak, hiszen te magad mondtad, hogy olyan egyik-másik helyen, hiszen Balázs Zoltánnál, Zsótérnál, Telihai Péternél, Galambos Péternél, és mind-mind meg annyi fantasztikus szerep várt rád. Igen, ők mind olyan emberek voltak az életemben, akik nagyon meghatározóak voltak. Mindenki kereste a színpadi munkában a megújulást, és ez nekem, számomra ez mindig, de mindig nagyon fontos volt. Mi hozott haza, ha úgy tetszik, ha mondhatjuk azt, hogy haza Székesfehérvárra? Ugye 98-at írtunk, egy furcsa időszak volt, hiszen még nem volt, ha úgy tetszik, teljes társulat Székesfehérváron. Igen. Hát ugye akkor én Miskolcról ismertem a Horváth Petit. Aki akkor itt művészeti vezető lett Fehérváron.
Na most én Fehérvártól mindig is nagyon féltem. Irgalmatlan. Én olyan mentalitású vagyok sajnos, hogy például a szüleim, ismerőseim előtt a közvetlen, közeli barátaim, hozzám tartozóim előtt én olyan izgulós vagyok akkor, annyira félek, pedig tudom, hogy mit fognak mondani, de akkor is iszonyúan félek a előttük játszani, és ugyanez volt velem a fehérvári közönség előtt is, mert ide úgy jöttem, mint a hazajönnék, mert itt töltöttem a meghatározó gyerekkoromat, ide jártam gimnáziumba, Telekibe, itt nagyon sok embert ismertem, úgyhogy mint a hazajöttem volna, ezért aztán iszonyúan féltem ettől. És a Péter fölhívott engem telefonon, amikor pont fölmondtam Miskolcon, és utána fölhívott engem telefonon, nincs kedved ide jönni. És mondtam, hogy de. És megérkeztél. Igen. És mikor érezted úgy, hogy valóban megérkeztél? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy 6 évet töltöttél az első időszakban. Itt, ami már én azt gondolom, hogy egy érett színész számára is egy kellően hosszú idő, hogy beékelődjék abba a társulatba, ami majdnem csak az otthona, ahogy tetszik. Akkor összejött itt egy... Ugye én a Matus Gyurin kívül senkit nem ismertem, de Gyuri is Miskolcról jött. És olyan társulat jött itt akkor össze, a Péterfi Attila, Horváth Péter, nem tudom, hogy minek a jó voltából, ami... Akik most itt vannak, és akkor is ott voltak, itt voltak ebben a színházban, az az igazság, hogy azóta azt az időszakot nagyon, de nagyon sokan visszasírják. Nem az előadások, hogy milyen előadások voltak, de az a munka, az a fajta egymás iránti odaadó, hát nevezzük barátságnak, de szeretet vagy odaadás, tehát valami fajta olyan olyan munka volt abban az időben, ami kérdezted, hogy mikor éreztem, hogy hazajöttem, amikor ez a társulat engem elfogadott, befogadott, és iszonyú jó hangulatban dolgoztunk. Ugye rólad azt mondják, itt olvasom, hogy voltak éppen mindegy is, hogy Kuna Károlyra kis szerepet bíztak, vagy nagy szerepet, és nem döntő szempont az sem, hogy órákig van színpadon, vagy csak 10 percig, az egy biztos, hogyha ott van, akkor Rabulejt. Muszáj rá figyelni, őt nézni, őt hallgatni. Ez azért meghatározza azt, ezt, és itt már egy kicsit az Ózedíjra is, hogy igen, a 10 percekért is bőségesen megkaptad. Tehát megjöttek azok a szerepek is a barátságokkal együtt, amelyekre vágytál. Azok igen, a rendezők? Igen, igen. És azok a társak is? Igen. Mi változott akkor, amikor mégis úgy döntöttél, hogy ismét elmégy? Hogy aztán visszatérj. Hogy mi változott? Hát igazából más vezetője lett a színháznak. Értem. Az viszont nagyon fontos, hogy például az első Vörösmarty gyűrű a tiéd. Meg annyi elismerés övezte a pályafutásodat, amelyet a színésztársak adtak. Ennél nagyobb elismerés a tapson igen, kívül nincsen, mondom én. Persze az Ózedi is, meg a, igen, azt mondom, a hát színházi a, fesztiválokon a legjobb főszereplődíj, hát az rendben van. Az Ózedi szintén kollégák szavazzák meg.
Tehát ezért nekem ez borzasztó, nagyon, de nagyon jól esett, és iszonyú megtisztelő számomra ez a díj, hiszen ugyanúgy kollégák, tehát ez egy szakmai díj, kollégáktól kapja az ember, ugyanúgy a Vörösmarty gyűrű is itt Fehérváron, a kollégák, és iszonyú jól esett, amikor a kollégák első alkalommal, amikor megalapították ezt a díjat, akkor nekem adták. Oltatlan is kell, hogy szó essék, de nyilván nem hosszan fogunk beszélgetni. Nagyon sokat pályáztál az igazgatói posztra, de nyilván erről nem beszélünk, hiszen az akkor lenne érdekes, ha megválasztották volna. Ez azt jelenti egyébként, amikor pályáztál, hogy kicsit másként szerettél volna megvalósítani? Igen, igen. És azok az igazgatók, akik érkeztek a Péterfi Attila utáni időszakban, gondolok itt elsősorban a Szurdi érára, az mennyire változtatta meg a véleményedet a Vörösmarty Színházról? A színházról nem változtatta meg a véleményemet, de meghatározó volt az, hogy például ott természetesen, hát látszik, nekem akkor el kellett menni. Igen, tudom. Innen, és hát tehát ez nem ment. Tehát nekem az nem ment. Én szerettem volna, de nem ment. Világos. 2012-ben nagyon sok minden megváltozott itt. Ugye megérkezett az új művészeti vezetés, az a négy ember, aki meghatározza jelenleg is 2021-ben a Vörösmarty Színház sorsát. Jött nagyon sok mindenki velük, tehát itt én azt mondom, hogy a neves Cserhalmiéktól a Gáspár Sándorékig, a Varga Mária, Varga Gabi, nem sorolom. Nagyszerű kollégák, és azt látom, hogy amikor megkapod azt a szerepet, ami illik hozzád, lubickolsz. Tehát mintha újjászülettél volna minden egyes szerepben. Hát az az igazság, hogy én ezeket az embereket, akiket most említettél, őket már nagyon régóta ismerem. A Gyurit is nagyon régóta, még a főiskoláról, a Janival, a Derzsi Janival mondhatom azt, hogy a barátommal, remélem, hogy nem fog ellenkezni. Igen, barátommal. Mi együtt voltunk katonák. Tehát amikor együtt vettek föl bennünket a főiskolára, mi onnantól vagyunk egymásnak. A Sanyival szintén, hiszen a Tibi, a Gáspár Tibivel szintén együtt vettek föl bennünket. Ő, a Sanyi, a báty egy évvel, tehát mi úgy ismerjük egymást, hogy szinte minden mozdulatunkat ismeri a másik. Tehát a munka viszont... A mélypont az lenne nyilván, ha nem játszanád, de játszol, hála Istennek, és ha már a Derzsi Janit említetted, akkor egy kicsit nézzünk meg egy részletet az a szép fényes napból. Én azt gondolom, hogy aki látta, már pedig a székesfehérvári színház rajongók nagyon-nagyon sokan látták, hála Istennek ezt a Szabó Magda darabot, soha nem fogja elfelejteni. Nos, én azt hiszem, hogy beleborzongok már is. Tehát én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy a főpróbától kezdve, ugye beszámoltunk erről a forgószínpadnak, a mi saját Paletta magazinunknak, és ráadásul nekem még pluszban is van bérletem. És meg kell, hogy mondjam, hogy mindig azt vártam, hogy ti ketten kijöttök, beszéltek, majd leültök, és énekeltek. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy neked való szerep. Számtalan neked való szerep van viszont. Mennyiben fontos neked, hogy egy-egy darabnak legyen mélysége, olyan jellegű, ahol ki tud fejezni magad, mint például itt az a szép fényes napról, ha beszélünk?
Hát, hogy mondjam, cél nélkül nem megy fel az ember a színpadra. Tehát általában, hogyha valamilyen szerepet kap az ember, akkor megpróbálja benne megtalálni önmagát. Legalábbis én így vagyok benne, és hát megpróbálja az ember annak a szerepnek a mélységeit is megtalálni, és hát megpróbálja azt előhozni. És ez a szerep, ez pedig, és az az igazság, hogy először játszottunk így a Janival együtt, pedig nagyon jó régóta ismerjük egymást, és nagyon régóta barátok vagyunk, de először találkoztunk így össze a színpadon, és ez nagyon, de nagyon nagy örömöt. Én irgalmatlanul tisztelem a Janinak a munkásságát, és ezért aztán nagyon, de nagyon örültem neki, hogy végre összeakadunk így a színpadon. A fontos munkák még mindig meghatározóak számodra? Igen. És az emberek is, akikkel dolgozom. Igen. Igen. Ennek tükrében milyen most a helyzet a Vörösmarty Színházban? Kérdezem ezt azért, mert hogy tudjuk, hogy koronavírus járvány nagyon sok mindent meghatározott. Például te magad mivel tudod elfoglalni, hiszen ha azt mondjuk, hogy jószerivel rengeteget voltál a színpadon, és most ez lehetetlen, úgyhogy ez jogos ez a kérdés. Hát igen, eléggé meghatározza most ez a vírus helyzet, hogy úgy mondjam, az embernek az életét. De hát mi most is dolgozunk. És ugye megegyeztünk róla, hogy arról, amit most csinálunk, és amit mi most próbálunk, arról most nem beszélünk, mert nem lesz bemutatója, vagyis lesz egyébként, jövő héten lesz a bemutatója, csak zárt körű bemutató lesz, úgyhogy kollégák fognak, de erről most nem beszélünk, és ezt megbeszéltük. No. Igen, mert még nem tudjuk, hogy mikor nyílik meg a színház, és nem tudjuk, hogy mi lett. Hogy mi van most, nagyon nehéz. Nagyon, de nagyon nehéz, hiszen mindenki, mi várunk a közönségre, és merem remélni, hogy a közönség vár bennünket. Bizonyos vagyok benne. És nagyon, de nagyon szeretnénk már a színpadon, a közönség előtt játszani, ugyanolyan felhőtlenül, mint valamikor régen. Bár tudjuk titokban, titkon magunkban, hogy ez nagyon, de nagyon sokára lesz még. Nemrégiben egy interjúban megkérdezték tőled a nehezebb időszakokra utalva, hogy mi a megtartó erő, azt válaszoltad, hogy mindig kocsmát akartam nyitni, amikor vacakul voltam, ilyenkor mindig közbe jött valaki, aki új erőt, új inspirációt, lendületet és hitet adott, most a fiatalok. Így van ez? Igen, igen, nagyon, de nagyon csodálva nézem a fiatalokat. Nem csak az erejük miatt, a gondolkodásuk miatt, merészségük miatt. Mintha biztos, hogy vannak korlátaik, de mintha nem lennének. De számomra úgy tűnik. Nagyon, de nagyon lazán és nagyon felhőtlenül gondolnak dolgokat, és igazuk van. Mert mi veszíteni való van. Ez legyen a zárszó. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Kuna Károly volt, Jászai Mari díjas színművész, aki az elmúlt esztendőben az Óze díjjal is kiérdemelte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!